Kedves testvéreink, kedves érdeklődők, most ismét találkozunk, és a Dániel könyvének a második részével foglalkozunk, ebben keressük az Úrnak az üzenetét. Dániel könyve második részéből olvasunk igét, az első verstől az ötödikig, illetve a 13. verstől a 19. Nabukodonozor uralkodásának 12. évében álmot látott Nabukodonozor, nyugtalan lett a lelke, és nem tudott tovább aludni. Ekkor azt mondta a király, hogy hívjanak mágusokat, igézőket, varázslókat és csillagjósokat, hogy mondják meg, mi volt a királynak az álma. Azok eljöttek, és a király elé álltak. A király így szólt hozzájuk: álmot láttam, és nyugtalan a lelkem, amíg meg nem tudom, mit jelent az álom. A csillagjósok így szóltak a királyhoz, arámul: király, örökké élj, mondd el az álmot szolgáidnak, és mi megadjuk a magyarázatát. A király válaszolt, és ezt mondta a csillagjósoknak: ez az elhatározásom, ha nem adjátok tudtomra az álmot és magyarázatát, akkor darabokra vágnak benneteket, házaitokat pedig szemétdombá teszik. És olvasom a 13. verstől, amikor kiadták a parancsot, hogy öljék meg a bölcseket, keresték Dánielt és társait, hogy őket is megöljék. Ekkor Dániel okos és értelmes szavakkal fordult Arjokhoz, a király testőrparancsnokához, aki már elindult, hogy megölesse a babiloni bölcseket. Így szólt Arjókhoz, a király megbízottjához: miért adott ki ilyen kegyetlen parancsot a király? Akkor Arjók tudtára adta a dolgot Dánielnek. Dániel pedig bement a királyhoz, és azt kérte tőle, hogy adjon neki időt, ő majd megadja a magyarázatot a királynak. Ezután Dániel hazament, és tudtára adta a dolgot társainak, Hananjának, Misáelnak és Azarjának. Majd irgalomért könyörögtek a menny istenéhez, hogy e titkok miatt ne vesszenek el Dániel és a társai a babiloni bölcsekkel együtt. Ekkor a titkok lelepleződtek Dániel előtt éjszakai látomásban, Dániel pedig áldotta érte a menny istenét. Az én első gondolatom itt a felolvasott igével kapcsolatban, visszamegyek az első verszakra, így kezdődik, hogy Nabukodonozor uralka 12. évében álmot látott. És hogy is van ez a dolog, hogy Nabukodonozor egy istentelen ember volt, hogy ő is látott álmot, és valahogy ez nem egy olyan álom volt, hogy jól lakott és össze-vissza álmodott valamit, hanem de lehetnek olyan álmok, amit Isten ad. De itt fölmerül a kérdés, hogy Isten a nem hívőknek is adhat álmot. Vagy csak a proféták kapják az álmot, csak a különleges szent emberek kapják az álmot. Isten bőkezű.
a világfiainak is, a világfiainak is adhat álmokat, a világfiaihoz is közeledik Isten, csak a világfiai nem ismerik Isten gondolatait. Ők tudnak, hallanak valamit, de nincs kijelentve vele, nekik. Nincs kijelentve. Dánielnek se volt az első hallásra, amikor meghallotta, hogy a király mit parancsolt, ő se, azért mert hívő volt, ő se tudta. Neki is ezért imádkozni kellett, de ő neki az Úr kijelentette magát. Nabukodonozornak nem volt kihez imádkozni, hát esetleg a bálványaihoz kiálthatott volna, vagy ott voltak a népszerű bölcsek, csillagjósok, varázslók, de hát azok bizony nem értették az Úr szavát. És kedves testvér, amíg te is ott a bölcsek és a varázslók sorában ülsz, addig te se fogod érteni a Szentírást. Ahhoz egy más szív kell, hogy te megértsd az Úr szavát, és hogy az igazak, akik kegyelmet kaptak az Úrtól, azok azt is megértik, amit az Úr üzen az igéből. Hát én ezzel a témával kezdeném el ezt a mostani beszélgetésünket, átadom a szót Ágénak, hogy ő mit kapott itt a Dániel második részében. Nagyon sokan vannak így, mint Nabukodonozor király is volt, aki nagyon nyugtalan volt az ő lelkébe az álma miatt, mégpedig álmot látott, és ez az álom félbe szakadt. Az Úr kereste a királyt, és ki akarta magát jelenteni a számára, bár Nabukodonozor nem ismerte Izrael istenét, nem ismerte az egyedül élő Istent, hanem apró és nagy isteneket imádott, és sokszor még az embereket is Istennek gondolta. Itt ebben a részben ez ki is tűnik, hiszen rendelkezett, hogy leborult Dániel lábai előtt, és imádta őt, is rendelkezett, hogy áldozatot mutassanak be neki. Nagyon szép ez a rész, úgyhogy ha akik régen olvasták, elfelejtették a történetet, nagyon el lehet benne mélyülni, és sok üzenet van, ezért olvassuk el az egész részt. A királynak ez volt az óhaja, amikor a varázslók és a jövendőmondók, a csillagjósok is mindenféle fajtája az okkultizmus tudományával foglalkozóknak eléje állt, hogy mondják meg, hogy mit álmodott, és mi ennek az álomnak az értelme. Azért is akarta a király, hogy az álmot is mondják meg, hogy ő nem kezdett el erről beszélni, mert azt akarta, hogy valódi legyen a magyarázat, a kijelentés. Hogy ne fűzzenek hozzá az elmondottak alapján semmit, hanem valóban az értelme legyen a magyarázatnak. Nagyon fel voltak háborodva ezen a jósok, mert hogy ugye, hát ők tudták azt, hogy nincsen senki Babilonban egy jós se, aki meg tudná mondani az eljövendőt, és nagyon kevesen vannak, akik valóban az élőisten félelmében élnek, és az Úr kijelentésében vannak. Nagyon szeretnék az emberek az eljövendőt megtudni, jósolgatnak a hívők, hogy mikor jön vissza Jézus, holott az evangéliumban csak a Bibliát kéne kinyitni és elolvasni, hogy senki sem tudja, hanem az Atyánál van az idő, és mások pedig mindenféléket, hogy ki lesz a párjuk, mi lesz a, mekkora, milyen hosszú lesz az életük, stb.
ha rossz helyen keresünk, akkor ennek a rossz keresésnek rossz következményei vannak, ami itt az igébe is kiderül, ugyanis ezek a jósok nem tudtak felelni a király kérdésére, kívánságára sem, nem tudták, hogy mit álmodott, és azt sem tudták nyilván, hogy mi az álom értelme. Mi volt ennek a rossz következménye? Hogy a király kiadta a parancsot, nagyon megharagudott, hogy ilyen emberekkel van körülvéve, ezek ugye a babilóniai jósok, hogy meg kell ölni minden jövendőmondót. És ki is adta a parancsot, hogy ez történjen. És ha mi rossz helyen keressük az Urat, akkor nagyon rossz istenképünk lesz, és ennek nagyon rossz következményei lesznek. Soha nem felejtem el azt a kedves testvéremet, aki családja spiritizmussal foglalkozott, és gyerekkorától kezdve ebben az okkult tudományokba vezették be, és mire tinédzser lett, idegösszeroppanást kapott, hangokat hallott, kórházba kellett vinni, és teljesen rosszul alakult a fiatalsága, és olyan nagyon nyilvánvaló lett, amikor jó helyen kereste az élő Istent, hogy annak a rossznak a következménye mindaz, ami az ő életében történt, és nagyon-nagyon kereste az Urat és az Úr szabadítását. Nagyon sokan féltek és rettegtek, és az életük is veszélyben volt. A jóslás is egy olyan dolog, hogyha valakinek rosszat jósolnak, akkor az egész élete veszélybe van, depresszióba esik, és teljesen kilátástalanná válik az élete. Dánielt is keresték, ahogy olvastuk az igébe, azért, hogy őt is megöljék, mert ugye ő is oda soroltatott a káldeusoknak a álomlátás megfejtői közé. És megkérdezte, hogy hát miért van ez a szigorú parancs, és akkor elmondták neki, és Dániel nagyon komolyan elkezdett imádkozni, de még valami történt. Létrejött egy imaközösség. Ezt szerettem volna, én is nagyon sokat jelentett a számomra, hogy Dániel ebbe a helyzetbe, életveszélyes helyzetbe időt kért a királytól, és ezt az időt az Isten keresésére fordította. Nagyon sokan kapunk időt az Úrtól, de nem arra csupán, hogy ez életünk napjaiban keressük a magunk boldogulását, hanem hogy az Úr azt akarja, hogy őt keressük. Dániel pedig jól tudta, hogy csak az Úr az, aki a titkokat kijelentheti, mert a titkok az Úréi, a mi Istenünkéi. És akkor ő érezte, hogy ehhez egyedül kevés. Ő egy közösségben élt, mégpedig azokkal a fiúkkal, Sidrák, Misák és Abednégóval, akik ugyanúgy keresték az Urat, mint ő, ugyanúgy az élő Isten gyermekei voltak, és volt kijelentésük Istentől, hogy egy Isten van, az örökkévaló Isten. Nem egyedül kereste a megoldást, a 17. versben olvastuk, ekkor Dániel hazament, amikor megtudta, hogy őt is és a társait is halálra ítélik, és amikor hazament, nem szomorkodott, hanem megkereste a társait, Anániás, Misáelt és Azáriást,
és elmondá nekik a dolgot, és volt egy kérése is, hogy keressék együtt az Urat, és imádkozzanak az Úr kijelentéséért. Isten minden időbe ad lelki társakat. Nem csak nehéz körülmények vannak, nem csak szorult helyzet van, nem csak áldások vannak, mindezekbe ad az Úr társakat, akikhez ragaszkodni kell. Dániel a fogság idején is ragaszkodott a társaihoz, és amikor a karriere csúcsán is volt, ebben a részben is látjuk, hogy hogyan ragaszkodott az ő lelki testvéreihez, kérte a királyt a megdicsőlés idején, hogy alkalmazza ezeket az ő társait, mint fő gondviselőket. Dánielnek szüksége volt az ima háttérre, a közös imádságra, ahhoz, hogy el tudja venni az Isten kijelentését. Hiszen emberek élete forgott kockán, és itt, mint emberekkel vállalta a sors közösséget, hogy nem csak a maga életét akarta megmenteni. És bár ő fogoly volt, mégis a babilóniai bölcsek és a jósokat is meg kívánta menteni, mert a szívébe ott volt az Isten iránti szeretet. És aki Isten gyermeke, az élő Isten gyermeke, Krisztus megváltott szolgája, az nem csak magával törődik, nem csak a testvéreivel, hanem azokkal is, akik nem ismerik az Urat, akik rossz úton járnak, akik elveszettek, hogy az Úr megtalálja őket, és ebben eszközök lehessenek. Tehát azok élete is fontos volt, akikkel nem értett egyet Dániel, hiszen a Mózes könyve ez nagyon határozottan ítéletet mondott ki a varázslók fölött, hogy ne terelődjön el a figyelem az Úrról, és hogy az elveszettek iránt, hogy valami türelem kell, hogy legyen bennünk, és hogy remélve azt, hogy még egy varázsló is megtér, egy csillagjós is megtér. Ahogyan ugye a keleti bölcsek, akik szintén ilyen csillagjósok voltak, vagy csillagászok, ugye Jézushoz elmentek hosszú utat megtéve. Igen. Nekünk, ha nem is adatott meg az a szolgálat, hogy a csillagjósokkal foglalkozunk, de olyanokkal imádkoztunk, és megvilágosodtak, akik függőségi viszonyba kerültek. Áldozatai lettek. Ha Jézus tanítványaira gondolunk, Jézus, akiket elhívott, azok a tanítványi közösségbe helyezte el, és ő volt ugye, aki tanította őket, és hogy nagyon csodálatos az, hogy amikor az apostolokra kitöltetett a Szentlélek, akkor minden apostol részesült a Szentlélek kerességbe, és azért, hogy az evangéliumot hirdessék, mert rájuk bízta az Úr az evangélium hirdetését, és hogy a pogányok megláthassák és megtapasztalhassák Isten hatalmas megváltó szeretetét, kegyelmét. A Szentlélekkel betöltött tanítványok mégsem egyedül járták a világot, hiszen az Úr kettessével küldte ki őket, és közösségeket alkottak, és ezekben a közösségekben nagyon megáldotta őket az Úr. Aki betöltetett Szentlélekkel, nincs felmentve a testvéri közösség gyakorlása alól. Ma is vannak magánzó hívők, akik felül akarnak emelkedni mindenki fölé, és ők a megfellebbezhetetlenek, úgy viselkednek, mint a jósok, bár evangéliumot hirdetnek, de az ige azt mondja, hogy ez egy torz dolog, mert
arra tanított bennünket Isten igéje, hogy az eklézsiába, a közösségbe nem mondhatja egyik tag a másiknak, hogy nincs rád szükségem. Dánielnek is szüksége volt a hívő társaira, a közös imádságokra, és ezeket az együtt imádkozásokat áldotta meg az Úr, és jelentette ki az álmot és annak értelmét. Csodálatos dolog ez, hogy a hála és a dicséret fölhangzott ezekből az ifjakból, Dániel vezetésével semmit sem tulajdonítottak maguknak. És aki igazán Isten szolgálja, az alázatban jár, mert az Úr a kevélyeknek ellene áll, és az alázatosoknak kegyelmet ad. Dániel abban az ima közösségben, amiben a társaival volt, alázattal könyörögtek, és tudták, hogy a titkok az Úréi, a mi Istenünkéi. Tudták, hogy a bölcsesség Istené. Éppen ma olvastam ezt az igét, hogy a dicsőség előtt az alázat jár. Igen. És hogy mivel ez az alázat megvolt Isten embereibe, Dánielbe, a társaiba, hogy a pogányok is meglátták az Isten dicsőségét. Nem ők egy zárt szobába hallelujáztak, és azt mondták, hogy látjuk az Úr dicsőségét, hanem a világ is meglátta. Hát ez a cél. És a Dániel könyvébe olvassuk, hogy a királynak kijelentetett, hogy kicsoda az egyetlen élő Isten. Ez nagyon csodálatos. Még csak egy gondolatot, és aztán el is szaladt velünk nagyon az idő, hogy aki az Úrtól kap a lélek által kijelentést, az alázatba tud járni, és nem illeti gonosszal a fele barátját. Itt a Dániel könyvében ez nagyon kitűnik, hogy Dániel nem szólta le a jósokat, és nem oktatta ki a királyt, hogy na hát akkor most, és azokat nyugodtan pusztítsd el, mi meg hadd éljünk, és hadd, hanem hogy Dániel átadta az Úr kijelentését, és megmaradt a szeretet közösségbe, és ezért az Úr dicsősége láthatóvá lett. Nagyon fontos dolog, hogy ne illessük gonosszal a fele barátainkat, Isten népét, és azokat, akiket az Úr majd megkeres sok-sok kedves hívő emberen keresztül. Áldjon meg az Úr bennünket ebben a munkában, hogy mi is el tudjuk venni az Úr kijelentését, azt tovább tudjuk adni a családunknak, a testvéreinknek, a keresztény gyülekezetnek, a megújulásra, és tovább tudjuk adni mindazoknak, akik nem ismerik őt. Ez az Úr csodálatos kegyelme, hogy az ilyen embereket, mint mi vagyunk, méltatlanok ugyan, de szolgáinak tart, gyermekeinek tart, és erre küld el.